Szép estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Mai vendégem a Válasz elnöke, Válasz Független Fehérvárért Egyesület elnöke, Juhász László. Jó estét kívánok. Témánk pedig nehéz téma mindenképpen, hiszen zajlik az ukrán-orosz háború, orosz-ukrán háború, kinek hogy. És azt hiszem, hogy a Válasz ismét élen jár a vezetéseddel abban, hogy a kárpátaljai, nem csak a magyarokról van szó, természetesen segélyezze. Mielőtt azonban erről beszélnénk, ez egy folyamat részletekről, méghozzá nem is most indult, hanem talán azt mondhatnám, hogy bár nyilván nem ez hívta életre a választ, a városunk lakóiért szövetséget 20 esztendővel ezelőtt, te úgy fogalmaztál, hogy a megszokott esti beszélgetések közben arról kezdtünk el eszmét cserélni, hogy mit is tehetnénk mi a szülőhelyünk érdekében, mi is lenne az, ami igazán látványos, maradandó eredményt is hozhat városunk lakóinak életében. Nos, ebből született meg már tulajdonképpen az a misszió, amit már réges-régen folytattok, ez a segély. Azt hiszem, hogy ez nagyon-nagyon fontos a Válasz Egyesület életében. Kezdjük talán azzal, hogy nem egyedi ez a segélycsomag, amit most folyamatosan szállítotok, hanem már ideje korán, talán már 2015 környékén elindult, és nyilvánvaló, hogy most ez a háború új helyzetet hozott. Egy kicsit beszéljünk arról, hogy kezdődött ez a segélyezési akciósorozat. Igen, gyakorlatilag az egész csapatomat, mondhatom a Válasz Egyesületet, vagy a szövetségeseinket is, hiszen több civil szervezeti képviselő is van köztünk, akinek saját egyesületi vezetéssel szintén megvan a maga élete. De azt gondolom, hogy eléggé szociális behetőtságú a csapat, tehát nagyon, nem csak én, hanem tényleg a többiek is, hiszen ezért is tudjuk közösen felkorolni ezeket az ügyeket. Ha jól belegondolok, tényleg egy erős vonalunk ez, hogy jótékonykodunk, segítünk, ez máshogy nem megy, csak hogyha bennünk van szerintem, hiszen a fő tevékenységünk alapvetőleg nem a szociális segítő szolgálat, de mégis az egyik legdominánsabb részünk, ez a sporton kívül él, illetve talán három részt mondhatnánk, ez a szociális, a sport és a hagyományőrzés, a patrióta érzelmünk, ez a három szerintem kulcsmomentum nálunk, és mindig valakinek az egyesületemre, a csapaton belül valami belekerül a látóterébe, legtöbbször nekem, és akkor ezt tovább gondoljuk, hogy akkor ebből mit lehetne kihozni. Régebben még kisebb programokat csináltunk, de ugye amiket az emberek is jobban ismernek, tehát gyakorlatilag szinte nem maradtunk ki semmiből, mert benne voltunk, amikor volt a Duna járvíz, a Tisza járvíz, a Vörösiszap katasztrófa, vagy Erdélyben volt éppen árvíz, akkor is megmozdultunk, vagy éppen amikor Székesfehérváron, ha már vizeknél járunk, itt is volt probléma, amikor volt ilyen árvízhelyzet, talán még emlékeznek rá többen. Aztán voltak az SMA-s kisgyerekek, vagy más beteg kisgyerekek, akik a javára is elkezdtünk gyűjteni. Mindig valaki a látókörünkbe belekerül, vagy éppen egy környezetvédelmi téma is, akár ha ezt is mondhatnám, ami a jótékonyság a szociális területet érinti. De idős embereknek a favágás is, hogy a legkisebb programot is mondjam, ami ráadásul nem is kerül pénzbe, időnkbe kerül, de egy lelkileg egy nagy pluszt adunk azzal, hogy megyünk és felaprítunk mondjuk fát, aki éppen amikor ráér. A sok pici sokra megy, és azt gondolom, hogy ezt, hogy meg is tudjuk mutatni ezért pár ezer embernek, ezzel talán egy picit példát is mutathatunk, hogy akinek lehetősége van, sokszor nem pénzkérdés az, hogy segítsünk. Én azt arra figyeltem fel, hogy ez méltósággal teszitek ezt, tehát tulajdonképpen nincs benne semmi népszerűséghajhász vonulat, hanem az adott helyzetet próbáljátok úgy segíteni, megérteni, hiszen először meg kell érteni, és tudatosan, hiszen korántsem mindegy, hogyha Erdélyt nézzük, az erdélyi barátainknak nyújtott segítség, az egy teljesen más színű, mint például most az ukrán-orosz háborúban. Tehát tudatosan kell kiválasztani, hogy hogyan és miként lehet a leghatékonyabban segíteni. Igen, és szerkesztő úr ezt is jól látja, hogy bár a Válasz vesz ebbe részt, és hogyha most azt is veszem, hogy én a politikai pályán is versenyzek, ha így veszem, azért arra tudatosan figyelünk, hogy ezekben az akciókban abszolút kívül maradjon ez a részünk, hiszen nem ez a fontos.
mert akár a Prohászkat fejétadomány központ tekintetében, vagy akár a Székely Vállak tekintetében, azokon a plakátokon abszolút vagy meg sem jelenik a válasz, vagy csak tényleg olyan minimális, hogy a szervezők mi vagyunk, azt azért leírjuk, valahol kötelező ellen is, hogy odarakni, hogy te kiraksz valami nyomtatott dolgot. Úgyhogy egyrésztről tényleg ez a szívünk visz előre, és nem azt nézzük, hogy ebből most mink jöhet a népszerűségünk, vagy mi nem. Hát logikus, hogy jár vele, hiszen megismernek minket ezt, világos. De nem ezt rakjuk a fókuszba, és nem ezért csináljuk. Hiszen bőven már a Válasznak, mielőtt a közéletbe került volna, már bőven előtte csináltunk ilyen akciókat, akkor még szemétszedés, ilyenek voltak akkor úgymond, hogy így mondhatjam, a divatosabb dolgok, és amit az ember meg tudta fiatalként csinálni. Tehát mindig volt valami. És hogy a kiválasztás, a cél, vagy hogy merre megyünk, ebbe nekem ilyen egyedi az elképzelések mindenképp, hogy mindig is szerettem azt, hogy amiben részt veszek, azt a folyamatot az elejétől, ha lehet, a végéig kövessem, vagy legalábbis tartsam kézben. Nem kell nekem mindig mindenhol ott lennem, vagy mindenhol ott lennünk, de hogy tudjam, hogy mi miért történik, és minek mi az indoka, azt szeretem végigkövetni. És akár a Székelybálak, akár most a kárpátai helyzet tekintetében, és ezt egyértelműen elmondható, mert először, hogy elindult egy adománygyűjtés február 24-én, amiről 25-26-27-ére már úgy kiforta magát, az első hétvégén már egy tucatnyi autót, 4 napon belül 10 tucatnyi autót küldtünk el a magyar határ innenső oldalára. És gyakorlatilag már a 3. napon én a határ mellett is ott voltam. Tehát irányítottam az itteni gyűjtést, és elmentem, hogy megnézzem, hogy hova visszük az adományokat, és hova kerül, és mi történik vele. És ott volt a legmegdöbbentőbb a 3. vagy 4. nap után, hogy a Kömrő nevezetű kis település, 40 településsel voltunk kapcsolatban, 40 helyre ment Fehérvári autó. A Kömrő nevezetű településen már ott volt, ez egy 7-800 fős falu, és ott volt közel 100 menekült. Ha most azt az arányt rakom be, hogy a 100 000-es Székesfehérváron 150 menekült van, és azért ez is bőven ad munkát és problémát az ellátórendszerünknek, akkor gondoljunk bele, ahol erre nincsen megfelelő ellátórendszer, egy alig 1000 fős faluba 100-an ott vannak, és amikor megmutatták, hogy hova rakjuk be az adományt, és kinyitották az ajtókat, akkor 4 üres fallal találkoztunk. A 100 menekült ott volt, és 0, azaz 0 darab adományuk volt. Tehát ami jött, azt egyből gyakorlatilag vitték a kezükbe az ételt, vagy stb. Ez volt az első impulzus, amivel találkoztam, és akkor pedig már úgy azt látta az ember a televízióban is, hogy mennek az adományok erre-arra, de nem volt koordinálva, és senkit nem bántva, sem az állami ellátórendszert, sem az elhivatott segélyszervezeteket, de gyakorlatilag azzal találkoztunk, hogy kitört a háború csütörtökön, pénteken elindult egy nagy lakossági segélyezés, és tisztelet a kivételnek, rengeteg hivatalos szerv vagy szervezet, vagy adományozásra foglalkozó szerv, az gyakorlatilag pénteken becsukta a kaput, és hétfőn kinyitotta. Tehát ez volt az egyik alapvető probléma. Igen. Hogy letettek úrrá rajta, hiszen ez nem megy egyik napról a másikra, nyilván segítségre is volt szükségetek ehhez. Kik voltak, akik segítettek ebben, hogy tudatosan válasszátok meg azokat a helyeket, ahol a leginkább rászorulók vannak? Ugye mind a két dologban segített az internet valamilyen szinten, és azt gondolom, hogy akkor a gyűjtőpont tekintetében, a Prohászkat vagy a adományközpont tekintetében elkezdett egyszer csak terjedni, és pont amikor mentem le a határa, akkor hazafele gondoltam azt, hogy folyamatosan jöttek a megkeresések, a telefonok, hogy erre létre kéne hozni valami csoportot azonnal, amivel ezt kezeljük, és itt is megint visszautalok a szerkesztő úr kérésére, és ezt nem a Válasz függetlennek a berkén belül csináltuk meg, hanem egy teljesen önálló csoportot a Juhász László oldalon keresztül, pont azért is, hogy a még véletlenül se legyen senkinek rossz szájézzel, most ezzel mi történik, és nem gondoltuk volna, hogy ekkorára fog nőni, de és akkor az embereket így az interneten keresztül lehetett gyakorlatilag ösztönözni, és lehetett célozni arra irányelveket adni, hogy mire van szükség, hiszen fölmértük, hogy láttuk, hogy mire lesz szükség. Civil szervezetek is segítettek? Tehát beszálltak ebbe idejekorán? Igen, hát abszolút, hogy a Red Bull Devils, az RBD kezdeményezésre indult csütörtökön a fehérvári gyűjtés. Ez már ugye 24-re később kinőtte magát, ez már korán sem RBD lett, hanem ugye a Válasz koordinálásával az RBD is aktív volt, de a Golyafészek Alapítvány, mint technikai közreműködő partner, ugye mint alapítvány, ugye a pénzügyi támogatásokat ugye ők fogadták, és ők is segítettek benne, illetve ennek az oldalnak az admin feladata is sem pici energiát igényeltek.
És maga az adományközpontban is más civil szervezetek is, és itt külön köszönöm meg a más civil szervezeteknek, és külön megköszönném az intézményeknek, az óvodáknak, iskoláknak, vagy talán még bölcsődei gyűjtések is voltak, ahol meghirdettek egy gyűjtést, és ment a hírünk nagyon gyorsan, hogy hatékonyan és gyorsan dolgozunk. Egy vasárnapi példát tudok csak mondani a háború kitörése követő harmadik napon, amikor mondtam, hogy megállt az élet, de mi dolgoztunk. 9 autót küldtünk, 3,5 tonnás autót vasárnap a határa. Ez gyakorlatilag majdnem úgy nézett ki, hogy átlagolom, hogy óránként elküldtünk egy autót. Elment az autó, és egy órán belül annyi adomány érkezett az adományközpontba, óránként ott szinte mondhatnánk azt, hogy 40-50 ember hozott adományt, és kisebb-nagyobb csomagokkal, meg már az előző napokban is jött persze, hogy gyakorlatilag óránként megtelt egy autó. És hogy találtuk meg a célközönséget? Ugye amikor lent voltunk, volt egy személyes kontaktunk is, meg ugye először a határ, mindenki határra próbálkozott, és amikor elkezdték mondani a határon, hogy nekik erre lenne szükség, de oda már oda mentek a nagy karitászok, de viszont tudják, hogy a szomszéd faluba most vittek menekülteket, és nekik még nincsen segítség. Tehát a tisztelt és becsület a Tisza, a magyar határ és a Tisza környéki települések polgármesterének is, mert amikor azt mondták, hogy valamire már nincs, tehát nekik megvan az, amire szükségük van az ottani ellátottakra, rögtön ajánlották a következő települést. És ez ilyen láncreakcióba indult, hogy gyakorlatilag több mint 40 települési polgármesterre voltam kapcsolatban 20 napon belül, és több mint 40 helyre szállítottunk. Ez nagyon fontos. Ugye nemrégiben mutatták be itt Fehérváron a Beregszászi és Jula Nemzeti Színház Tóték című előadását, és Sín Edinával, az alapítvány, az őket támogató alapítvány elnökével arról beszélgettünk, hogy a legnagyobb problémát ők abban látják, amit ti megoldottatok. A legnagyobb probléma az, hogy nem néznek körül. Tehát a mennyiség és a minőség az rendben van, viszont nem tekintenek távolabbra, nem kutatják fel, hogy igazán hol van a legnagyobb szükség, hiszen tudjuk, hol legnagyobb a szükség, ott a legfontosabb a segítség. És hát én azt mondom, hogy ugye kapcsolatba kerültetek a Beregszászi járási civil szervezettel is, meg a Kárpátalja Hitéletért Alapítvánnyal is. Ők mennyiben tudnak segíteni? Tehát ők miként élik ezt meg? Ugye gyakorlatilag azt kell mondanom, és itt egy életek annyi kritikai hangvétele mindenképpen, hogy ugye a két állam között, és ez egy nehéz dolog, a politika és az államközi egyezményekkel, hogyan mennek a kamionok meg az adományok, de azt nem a magyar kormány kifejezetten nem tudja azt mondani, hogy a magyar településekre mehet, mert ebben a jelenlegi háborús helyzetben az még olaj lenne a tűzre, tehát érthető módon az ukrán hivatalos szerveken keresztül megjelölt pontokra lehet vinni a hivatalos állami segítséget. De ez, gondolom én ezt a részét vélelmezem. Ezen lehet tovább lépni azzal, hogy felkutatjátok azokat? Ezt egészíteném ki, hogy az ukránok, hogy az adományvonalakat és az adományos autókat engedjék, az ennek a megállapodásnak is gondolom a része kellett, hogy legyen. Tehát a nagy államközi adományokat azt az ukrán államképviselőnek kell átadni, viszont az ukránok engedik a kisebb teherautókat is, a szállítmányokat, na és azok tudnak célzottan a kis településekre, a magyar lakta kis településekre jutni, ahol hangsúlyozom, szintiszta ukrán menekülteket látnak el. Tehát a Kárpátalján azokban a kis falvakban is, ahol eljutunk, például Nagy Borzsovát is mondhatnám, vagy Nagy Dobronyt, vagy Csap környékén is voltunk hirtelen, vagy Tisza keresztúr, és még sorolhatnak egy párat. Ott is most már közel egy tucat településre sikerült fehérvári adományt eljuttatnunk. Ott gyakorlatilag a legtöbb helyen 90% fölötti a magyar lakosság. A menekülteknek viszont ott 100% a ukrán. Tehát gyakorlatilag az ottani magyar közösséget is tehermentesítjük azzal, vagy segítjük azzal, hogy adunk segítséget, hiszen a nagy magyar segélyszállítmányokból ott a határ mellett nem marad, hanem az beljebb megy Ukrajnába, és belső Ukrajnába, meg az ukrán államtól visszafele a határ mellé nem érkezik segítség, oda ezek a kis autók, a kis segélyszervezetek, a testvérfaluk, testvértelepüléseknek a segítsége érkeznek. Például a bicskei segítség, a Fejér megyébe vagyunk, rögtön mondhatnám testvérváros a Csapnak, ugye Csapnál is tettünk le mi is adományt, és Bicske is Csapnak tudott célzottan küldeni segítséget, és azt kiegészíteném, hogy a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, aki a legnagyobb hálózattal rendelkezik, talán a református egyház után Kárpátalján, mi legtöbbször velük voltunk kontaktba kapcsolatban, és ők is mindig jöttek friss információkkal, hiszen minden településen van szervezetük, hogy éppen hol milyen gondokkal ütköznek, és vagy küzdenek, és az elmúlt hetekben egyértelműen az volt a legdominánsabb és a legnagyobb segítség, hogy van egy körülbelül 100 tételt tartalmazó Excel listánk a Proász 60 adományraktárba, és még a legelső héten, amikor kitört az háború, mindegy volt, hogy mit raktál be, mert minden kellett mindenhova.
Most már van olyan település, ahol mondjuk a 100 pontos Excel listából csak 4 vagy 5 féle dolgot kell vinnünk, amire nagyon nagy szükségük van, mert a másik 95-ből van neki, vagy éppen nem azt a funkciót látják el, hogy abból szükségük lenne rá. Most mondok egy példát, ott mondjuk nincs kisbaba, akkor nem kell logikusan babakocsi, meg pelenka, meg bébi étel. Míg a másik helyen meg lehet, hogy sok a kisgyerek, oda csak azt viszünk. Tehát mi most már célzottan dolgozunk, és mindig így fölfűzzük, megkérdezzük, hogy nektek mire van szükség, nektek mire van szükség, nektek mire van szükségetek, és amikor 3-szor voltam az elmúlt egy hónapban Kárpátalján, tehát a határ túloldalán, Ukrajnába is átléptem. Megint azt tudom mondani, hogy kezdtem, hogy végkövetem a folyamatot, és tényleg így látom azt, és még lehet, hogy a helyieknek se jut eszébe adott esetben, hogy kérjenek valamire segítséget, amire oda nézek, beszélgetek velük, és beugrok. Hát de ebben is tudunk Fehérváron segítséget nyújtani. Igen, mert nagyon-nagyon fontos, amit említettél, ugye Nagyborzsova és Csetfalva említetted, az két nagyon, hiszen a visszajelzések szerint is valóban az ment oda, ami kell. Viszont miként élik meg a kárpátai magyar települések azt a helyzetet, amit mondtál, hiszen többek között a színház, hogy visszatérjek rá röviden, ugye most nem fognak tudni hazamenni, mégpedig azért, mert szinte bizonyosan akkor behívják őket katonának, tehát a háborús helyzet okán, de miként élik meg a polgári, a civil lakosság. Ugye azt tudjuk, hogy eddig se voltak túlságosan gazdagok. Most viszont, ahogy olvassuk, és nyilván ezt személyesen nem tapasztalhattuk meg, de kiüresedtek a boltok, és ráadásul, ahogy említetted, rengeteg menekült van mindenütt. Hát úgy mondanám, hogy a boltokra talán azt mondanám, hogy a kis településeken van azért az esetben, hogy hamarabb kiürült a bolt, és nehezen jött utánpótlás. A nagyobb településeken, akár Ungváron, vagy ezekben a hiper szupermarketekben gyakorlatilag azért van áru. Az alapvető élmiszerekből vannak a hullámok, amikor gyakorlatilag hirtelen nem tudják pótolni, tehát mert az emberek ugye félve attól teljesen más a helyzet. Picit azzal a helyzettel hasonlítom össze, amikor az a legelső Covid hírek itt 2020-ban Magyarországra jöttek, és mindenki megijedt, és elkezdett otthon spájzolni. Annyi különbséggel, hogy akkor én azért itthon is azt gondoltam, hogy lesz élelmiszer, hiszen nem az élelmiszer hiány fenyegetett, hanem az, hogy az emberek felvásárlási pánikja Magyarországon ez felfokozta. Ott viszont kint Ukrajnában szintén ez a pánik jellegű történet okozott a boltokban bizonyos termékekben üresedést, de viszont annyiba másabb a helyzet, hogy tényleg valós a félelem arról, hogy ha eszkalálódik, vagy elnyúlik, vagy kiterjed a háború, akkor nem érkezik élelmiszer utánpótlás. Tehát a kettő között ennyi a különbség, ami viszont éles különbség, hogy ott nincs rá garancia, hogy később lesz élelmiszerük. És ezért most ez egy nagyon fontos, és ezt akceptálnunk is kell szerintem, hogy azért valamennyire ott a kárpátai magyarságnak is, aki nem menekült át, nem jött át Magyarországra, annak azért biztosítani kell a megélhetést, és azért nincsenek pontos számok, én érzéseket tudok mondani a kint lévő beszélgetésekből, az a közel 150 ezer fős magyar kárpátai magyarságnak egy közel a fele az valószínűleg így vagy úgy, de az egyharmadánál biztos, több valahogy az egyharmad és a fele közötti létszámba átjöttek Magyarországra, akik otthon maradtak, sok esetben ott is adott esetben maradtak otthon nők, gyerekek, és maradtak otthon gyakorlatilag az idős emberek. És itt is a fontos, ha az idős emberek otthon maradtak, és a fiatalok itt vannak, akkor nekik is biztosítani kell a megélhetést, nehogy probléma legyen hosszú távon, hiszen mi van akkor tényleg, hogyha még nagyobb probléma beáll. És azt látom, hogy maradtak otthon férfi emberek is, akiket akár besorozhatnak, valaki vállalja a rizikót is, mert azt mondja, nem hagyja ott a házát, a vagyonát. Aggódnak a helyzet miatt, a szirénével most már együtt élnek. Tehát az, hogy napi szinten van légiriadó, az elsőnél elmesélték, hogy úristen, nem élték át ezt, és ilyen libabőr is valószínű, hogy amikor ész, és akkor amiket a filmekben hallottál, addig egyszer csak elkezd vinnyogni egy sziréna, és akkor figyelmeztetés, hogy menj le a föld alá biztonságos helyre. Először mindenki megijedt és vitte magával a vizet, meg stb. Ma már Kárpátalján, tudjuk, hogy Kárpátalján még szerencsére, és reméljük ezután se fog harc lenni, se bomba repülni. Ma már maga a légiriadó már meg se hatja őket, és nem érdekli őket. Ez egy kötelezően elrendelt riadó az egész Kárpátalján, amikor belövik, és az emberek ugyanúgy mennek, dolgoznak, vagy csinálják a dolgukat éppen, vagy mennek az utcán, tehát nem foglalkoznak vele együtt, megtanultak együtt élni ezzel a légiriadóval. Reméljük, hogy maradhat is ez az együttélés. Hírül vettük, hogy
Gút községben is jártatok, és itt szeretném akkor pontosan azért is megkérdezni, hiszen Székesfehérvár is beszállt a maga eszközeivel, tehát a város, és Deák Lajosnél határon túli magyarokért felelős tanácsnok is sokat tesz ezért. Ez így segítség nektek is? Mármint azoknak, akik elkötelezettségből vállaltátok ezt a missziót? Hát nekünk szerintem jót tesz a lelkünknek, tehát nem inspirál, hogy segíthetünk. Tehát, hogy, és látod, hogyha amikor odamész, akkor teljesen más, mintha elmesélik neked, vagy elolvasod, vagy nézed a tévébe. Tehát látod a viszonyokat, látod a helyzeteket, és látod, hogy mire megy, elmondják az emberek, hogy mi a következő továbblépés, mi az, amire szükségük lehet. És ugye Deák Lajosné Zsuzsával szerintem rendkívül jól dolgozunk együtt évek óta. Neki ugye a tisztségéből fakadóan ugye az önkormányzatnál is megvan ez a pozíciója, de biztos mondhatom, hogy a Zsuzsa is teljesen függetlenül ettől a titulusától, a pozíciától olyan beállítottságú emberek, hasonlóak vagyunk, hogy ő is mindig segít az embereknek, és szerintem nagyon jól tudunk együtt dolgozni, és nagyon fontos egy egymásnak is, hogyha van valami akció kezdeményezés, és ha egymást bevonjuk, akkor biztos olyan egyikünk a másikunknak azonnal tud segíteni, és még szélesebb körbe tudjuk ezt kitárni. Tehát azt gondolom, hogy ez mindenkinek jó, hogy sokakat látok, és nem megbántva akár a civil szektorba is, ez az én házam, én váram, én információm, és ülünk rajta, hogy majd mi. Én abszolút soha életemben nem voltam ilyet, én nagyon nyitott ember vagyok ebbe a tekintetbe, és még talán túlzottan is sokat beszélek néha sok mindenről, nem kéne egy időt lehet, hogy az embernek elárulni, de gyakorlatilag én megosztom az információmat is bárkivel, tehát meg nem, tehát tényleg, ha segítséget kell adni, és tud más is segíteni, akkor nem azt kell mondani, hogy azt a Juhászt tette, vagy a Válasz Egyesület, vagy akár a Deák Lajosné Zsuzsa, hanem mert mi csak egy szereplők vagyunk, egy összekötő kapocs vagyunk ebbe, tehát ez mögött, a munka mögött, és itt meg is szeretném köszönni a Prohász Katvét Adományközpontban annak a több ezer fehérvári és fehér megyei lakosnak, aki adományt vitt be, és annak a 130 önkéntesnek, aki vagy sofőrséget vállalt a határra, pénzt, időt, fáradtságot, autót nem kimélve, és a fele embernek pedig, a 130-nak a fele pedig a raktárba vállalt szortírozást, rakodást, pakolást, szortírozást, és ebből a 130 emberben én a háború kitörés előtt nem ismertem csak maximum 10-et jó indulattal. Itt az emberek jó szíve, tehát ez egy hatalmas közösség. Ez kellett egy olyan adottság, szerencse, véletlen, hogy nekem pont volt ott egy raktáram, meg a szervezésekben, hogy a szerkesztő felvezette, volt rutinom, tapasztalatom, és volt egy olyan stábom, 3-4 olyan ember van a csapatban, illetve több is a válaszban, egy 10, de 3-4 ember volt az, aki azt mondom, az átlagnál jóval többet segített ebbe, akiknek a segítségével tudtuk irányítani ennyi embernek a munkáját, mert amúgy bele is fulladtunk volna, hogy őszinte legyek. Ne legyenek illúzióink, mindenki mást mond, hogy mikor érhet véget a háború. Ugye tudjuk, hogy a II. Világháború befejezésének május 9-ének az évfordulóján is szeretnének befejezni, de ez illúzió, azt gondolom én. Én azt kívánom, és azt kívánom a csapatnak, hogy ezt a missziót nyilván folytatni kell, és hát mielőbb legyen vége, mert nyilvánvaló, hogy ennek a háborúnak lesz utóélete is. Tehát, hogy helyre kell álljon a rend, és ebben óriási szükség van a magyar segítségre. És ezúton is köszönöm szépen az egész csapatnak, mindenkinek, aki körülvesz. Hát, ha még talán esetleg van idő erre kontrázni, hogy nagyon fontosnak tartom egyezni, hogy Székesztő uram, maximális egyetértek, ha fegyverszünet lenne, vagy béke, vagy bármi, akkor is ennek évekig lesz még hatása Kárpátalján is. Tehát az adományozó kedvet szeretném csak azt mondani, hogy aki teheti és tud segíteni, az ne álljon meg, mert sajnos a segítségre ezután is szükség lesz. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is. Kedves nézőink, Juhász László volt a vendégünk, az ukrán-orosz háború okozta sebek gyógyításában segítkező csapat egyik vezetője. Köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra!